Köszöntöm minden megjelent vendéget és képviselőt, illetve a TV nézőket a július 11-i ülésünkön. Határozatképesen jelen vagyunk, és azt szeretném kérni, hogy módosítsunk a napirendi pontokon. Megérkezett a közbeszerzés a kiírt tenderre, úgyhogy szeretném, hogyha ez lenne, szeretném kérni a képviselőtestületet, hogy hagyd legyen ez az első napirendi pontunk. Aki ezzel egyetért, hogy kérem, hogy készelemléssel jelezze. Köszönöm szépen, és akkor minden napirendi pont pedig így folytatódik. Annyi furcsaság van az első napirendi pontunkban, hogy mivel ez egy közbeszerzésről szól, ezért ezt a napirendi pontot még a közbeszerzés kihirdetésre kerül. Zárt ülésben kell lebonyolítanunk, és utána újra visszakapcsolódunk a TV képernyője elé. Úgyhogy addig kérjük, hogy szakítsuk meg az adást. Köszönjük szépen, akkor visszatartlakozunk a kamerához. A képviselőtestület egyhangulag... Be van? Igen, igen. A képviselőtestület egyhangulag elfogadta a közbeszerzési ajánlatot. Ha kérhetem Berta Ferenc urat, közbeszerzési tanácsadó, néhány mondatba foglalja össze, hogy miről szólt ez a közbeszerzés, és utána akkor megyünk tovább a következő napirendi pontokra. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Röviden összefoglalnám akkor, hogy a beszerzés tárgya az Duna-Bogdány intézményeinek energiahatékonysági megújítása, ez egy szolgáltatással vegyes építési beruházás volt. A beruházás három fő területet érint, a polgármesteri hivatal épületét, az általános és zeneiskolát, illetve a tanúszodát. Ezekben a létesítményekben korszerű energiatakarékos LED világítás került elhelyezésre, illetve mindegyik létesítményben napelem táblák kerülnek felszerelésre, amely reményeink szerint a teljes villamosenergia szükségletet fedezni tudja. A szerződés 10 éves időtartamú, és ez idő alatt a kivitelezőnek a rendszer teljes üzemeltetését és karbantartását is el kell látni. Hát nagyon röviden ez lenne a beszerzés tárgya, esetleg valakinek kérdése, hogyha lenne, akkor nagyon szívesen válaszolok. Hát a kérdéseket megelőzve, akkor én elmondok még néhány paramétert. Ez a beruházás egy 10 éves szerződés, mi alapján 10 év alatt vásároljuk ki a beruházó cégtől ezt a fejlesztés, ez körülbelül nekünk 75 ezer forintunkba kerül havonta. A végösszeg az bruttósítva mindenestül 66 millió forint, ez évente számunkra egy 6,6 milliós terhet jelent, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi villanyszámlák, energia, tehát energiafogyasztásunkat fizetjük bele ebbe a rendszerbe. Ez a rendszer egyébként, hogyha feláll augusztus vége, szeptember eleje, akkor onnantól kezdve már napenergiából minden villanyszámlát tudunk fedezni, úgyhogy az ebből megspórolt villanyszámlából fizetjük ki ezt a beruházást. Ilyen esetre volt már a településünkön például a közvilágítással egyetemben, úgyhogy bízom benne, hogy hasonlóan jól fog működni. Azon túl, hogy bízom benne, biztos vagyok benne, hogy hasonlóan fog működni. Az iskola igazgató asszonynak, aki most beszámolóra jött, bízom benne, hogy ez egy örvendetes dolog. Azt tudni kell, hogy volt már olyan tanterem, ahol nem érte már el a világítás a megfelelő luxértékeket. Ezért is gondolkodtunk abban, hogy bár ez jó lehet, a kidolgozás közben jött elő, hogy azon túl, hogy az egészséges fényviszonyokat biztosítjuk, egy kicsit átalakulunk egy zöld iskolává is, amit ha most itt nagyságrendileg összeszámolok, ma elkezdődtek a munkálatok az iskola utcán, az iskola udvarának a területén, ugye az lesz egy 16 millió forintos tétel, ez lesz egy 66 milliós tétel, erre jött még idén a sportpályázat, egy 25 milliós tétel, szóval ott vagyunk közel a 100 milliós tételbe. Persze ezt most el kell osztani, persze a gumipályának a 25-ből 20 millió pályázati pénzen van, de mégis
most körülbelül egy ilyen tétel koncentrálódik az iskolába. Előre megyünk, és ameddig nincs kész az iskola, addig nem állunk meg. Itt most az udvarra gondolunk, és az összekötés a József Attila utcába. Jó, úgyhogy ezt így ennyit szerettem volna hozzátenni. Nem tudom, most már ugye itt már szavazással túl vagyunk, úgyhogy Berta Ferenc úrnak megköszönném az elmúlt heteknek a munkáját. Pénzügyi főtanácsos asszonynak pedig, hogy itt volt, és személyesen is felügyelte a pénzmozgást. Sokat számoltunk, ez most a tévénézőknek egy pillanat, még összevágják a köszöntéstől eddig a napirendi pontig, de ez nekünk egy körülbelül 8 hónapos számolgatás volt, bizottsági ülések és minden, úgyhogy örülök, hogy pont kerül, mert akkor az energiák most felszabadulnak. És akkor kicsit a polgármesteri hivatal is megújul majd, nem kell nagyon-nagyon sok wattot fogyasztani itt fölöslegesen. Behozzuk a LED lámpákat, és a nap energiáját pedig felhasználjuk. Mi is egy kicsit zöldülünk. Tehát a vendégeknek újra megköszönöm, és akkor elbúcsúznék. Köszönjük szépen, hogy közreműködtek. Köszönöm szépen, további jó munkát. Köszönöm, polgármester. Jó. A következő napirendi pontunk az óvoda 2015-2016-os nevelési évéről szólna. Itt van a körünkben Gléf Albertné vezetőasszony, hogy meg is kérném, hogy kezdje a beszámolót. A képviselőknek addig elmondom, hogy a Bánáti úr nyaralni van, az Ani el fog menni 6 órakor, de jön a Spanisberger képviselő úr, de így is meglennénk, tehát a 3 plusz 1 az kell a határozott képességhez, de itt lesz még a Jancsi, ő pedig ő vitel a Bencéket, tehát vissza. Jó? Ani, akkor kérlek, hogy kezd el. Tehát az óvoda beszámolója az a 2015-16-os nevelési évről. Tudni kell, hogy azért nálunk még a 2015-16-os nevelési év folyik, mert nekünk augusztus 31-én van a nevelési évnek a zárása. Tehát nálunk az óvodában szeptember 1-ével kezdődik, és augusztus 31-ével természetes a nyári élet az egy kicsit más, mint a szeptembertől májusig, de ugyanúgy úgy folytatódik a mindennapokban a gyerekekkel való mindenféle foglalkozás, tevékenység. A nevelőtestület június 10-én tartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta a beszámolót. Ezután az SMK nézte át és véleményezte, ők azt június 16-án tették meg, majd június 17-én a Nemzetiségi Önkormányzat is elfogadásra javasolta, mert hát a Nemzetiségi Önkormányzatnak egyetértési joga van. Most tartunk a fenntartónknál, az önkormányzatnál. Mindenki megkapta, mindenki végigolvashatta. Tulajdonképpen el tudom mondani, hogy a tavalyi munkatervünkben, amik szerepeltek, azok mind megvalósultak. Nincs olyan, illetve egyetlen egy dolog van, ami viszont nem az óvodában zajló működés, meg nevelést, nem, vagy nevelésben nem valósult volna meg, a tanfelügyeleti ellenőrzés, mert én idén vagyok negyedik éve vezető, és idei évben lett volna a tanfelügyeleti ellenőrzésem, de kaptam róla egy értesítést, hogy nem jönnek. Aztán majd kiderül, hogy... Mert hogy a törvény szerint a második vagy negyedik évben kötelező a tanfelügyeletnek jönni, nem jöttek, tehát ez az egyetlen egy dolog a munkatervünkben, ami nem valósult meg. Egyébként bármilyen programot, tevékenységet beterveztünk, az mind megvalósult. A beszámolómat azzal kezdtem, hogy azt írtam le, ami tavaly nyáron, ami végül is az előző nevelési évhez tartozik, de mivel nyáron történt, hogy alapítványunk akkor újra fejlesztette az óvodánk udvarát, elkészült a kötkert és a viakolorozás, illetve térkövezés és a pihenőpadnak a kialakítása, úgyhogy megint egy nagyon nagy lépéssel előre léptünk. Így a tárgyi feltételeink tulajdonképpen a
A csoportszobákban most semmiféle olyan extra nagy dolog nem történt, mert le is írtam évek óta, hogy tárgyi feltételünk, amik most vannak, működnek a csoportszobákon kívül, tehát a berendezés az teljesen rendben van, azt meg mindenki tudja, hogy az 55 vagy 8 négyzetméteren öltözködik 56 gyerek, tehát ezt meg tudjuk, hogy bízunk benne, hogyha talán ez a vekopos pályázat most sikerülne, akkor ez megváltozna ez a helyzet, de ezen nem tud az önkormányzat segíteni, tehát valóban új épületre van ahhoz szükség, hogy ez a tárgyi feltétel is maximálisan jó legyen. A humán erőforrás, mindenki, aki az óvodában dolgozik, az előírt végzettséggel rendelkezik. Ide leírtam, hogy van két gyakornokunk, két pedagógus, egy három pedagógus, kettő, és ebben az évben kettő kolléganőnek volt minősítése, az egyik pedagógus egyből kettőbe lépett, illetve egy gyakornoki minősítésünk volt. Mind a kettő nagyon-nagyon magas színvonalon és jól teljesítettek óvonénieink, úgyhogy dicséretben részesültek a szaktanácsadók, illetve hát a minősítők által is. Nagyon-nagyon tetszett nekik. A pedagógiai asszisztensünk ugyanúgy nagyon nagy segítség az óvodában. Felsoroltam, hogy milyen dolgozók vannak még, és aztán eljutottunk a gyerek létszám alakulásához. Na most megpróbáltam egy kicsit visszamenni. Ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy az a baj a gyereklétszám alakulásával, hogy mindig az októberi statisztika a mérvadó. Az, hogy utána ne hozzánk még november, december, január, február és egészen májusig még jönnek gyerekek, senkit nem érdekel, mert azt mondják, hogy majd szeptemberben, csak akkor megint ugyanígy csúszik. Tehát van, amikor akár 15 gyerekes eltérés is van. Most ebben az évben annyira nem, mert már az októberi statisztikánál is 128 gyerekkel kezdtünk a 125 helyre, aztán május 31-én lettünk 130-an a 125 helyre, és itt mellé írtam az eseményeket, hogy most jelenleg 6, akiket 7-nek kell számolni, tehát most a 125 helyre vagyunk 135-en. És hát elmondtuk már nagyon sokan, hogy törvény szerint is a teljesen ideális és jó dolog lenne, amikor 20-as létszámmal lehetne működni, és nem ilyen 28, ahol még ráadásul még kétesen is gyerekünk is bent van. Az idejében a legnagyobb változás az a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos. Tudja mindenki, hogy megjelent ez a törvény, ami szerint most már a szülők attól függően, hogy vagy gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, vagy beteg gyereket nevelnek a családban, vagy három és több gyerekes család, vagy maga gyerekbeteg, nekik már teljesen ingyenes, nem kell semmiféle nyomtatványt se, illetve csak nyilatkozniuk kell, hogy akkor ingyenesek legyenek. Illetve a következő, hogyha valakinek olyan a nettó jövedelem, hogy jövedelem alapján lehet ingyenes. Ez így szól, hogy olyan családban él, melyben a szülő nyilatkozata alapján az egyfőre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130%-át, azaz eddig, tehát a 2000, mivel most nekünk a nevelési év az pont két évet ölel fel, tehát 2015-ben volt 89.408 forint per fő. Ezt, hogyha mondjuk egy gyermekes családra vetítjük ki, az 268.224 forint, tehát nettó. Két gyerekes családnál pedig a nettó jövetelem 375.632 forint. Most ugyanez 2016-ban, mivel emelkedett a minimálbér, ez most 95.960 forint per fő, ami egy gyermekes családnál 287.808 forint, és egy két gyermekes családnál pedig 383.340 forint nettó. Tehát még egyszer elmondom, hogy nettó jövedelemmel kell rendelkezniük. És ezért aztán így alakult nálunk, hogy 2015 októberi statisztikánál 22-en fizettek térítési díjat, most május 31-én pedig már csak 18-at. A
kettő közti különbség, két gyereknél megszületett, vagy két családban a harmadik gyerek, illetve amikor már följebb ment ez 95 ezer valamennyire, akkor már az a két család is akkor nyilatkozott. Tehát ez szerintem egy nagyon érdekes táblázat, hogy 18-an fizetnek, most a május 31-et nézzük, 47-en vannak három és több gyerekesek, tehát ennek nagyon kell örülni, hogy tényleg nagyon sok család van, ahol három és több gyereket neveltek. 6 gyerek van, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 2, aki tartósan beteg, és jövedelem alapján vannak 50-en, akik nem fizetnek. Étkezést. Mi már mindenfélét megpróbáltunk. Nagyon-nagyon kérjük mi a szülőket, és akkor én most így kamerán keresztül is kérem, hogy igen, tehát attól, hogy nekik ingyenes, ez az önkormányzatnak pénzbe kerül, ki kell fizetni, hogy valóban akkor mindenki figyeljen oda, hogy a gyerekeket, ha betegek, akkor jelentsük le. A szakmai munkánkról leírtam, hogy a legeslegfontosabb a játék, a szabad játék, illetve a játékos tanulás. Nálunk a játék, tehát a játék mindent átölel, játékon keresztül ismerkednek a gyerekek különböző dolgokkal, ismereteiket így fejlesztjük, és nagyon-nagyon jó megfogalmazása van Ransburg Jenőnek és Vekerdi Tamásnak, hogy réges-rég tudjuk, hogy nem az lesz sikeres felnőtt, akit kisgyerekkorában már felnőtt módon él és teljesített, hanem az, aki teljes értékű kisgyerek életet élhetett. Ami megint csak megpróbáljuk a szülőket megkérni, hogy ők a szülők, ők legyenek felelősek mindenért, ne a gyerek döntsön. Vannak dolgok, amiben szülői felelősség dönteni. Ne a gyerek döntse el, hogy ő mit szeretne, meg mit akar, ilyen szóval, hanem legyen a szülőnek a felelősség az, hogy ő eldönti, hogy igen, gyermekem, neked ezt kell csinálni, mert így leszel majd okos, ügyes és jó felnőtt. Tehát játékon keresztül, na most játékon keresztül több dolog volt, ami idén kiemelt feladatunk. A német nemzetiségi nevelés az mindig, tehát mivel nekünk két nyelvű programunk is van, a német nemzetiségi nevelés az egyik kiemelt feladatunk. Az egész éves munkánkat úgy próbáljuk megoldani, hogy a gyerekek a játékon keresztül játékos tevékenységekben ismerhessék meg a kultúrát, a hagyományt és mindenféle ezzel kapcsolatos dolgokat. Nagyon élvezik a gyerekek, nagyon-nagyon sok jó ötletet tudunk összegyűjteni, ráadásul olyan dolgokat is, amit aztán utána a magyar területen is tudunk fejleszteni. Második kiemelt feladatunk a logikus gondolkodás volt, ezt iskolával együtt csináltuk, mivel az iskola megkért bennünket, hogy üljünk egyszer össze, egy nevelési értekezletet közösen csináljunk, hogy hogyan tudjuk a gyerekeinknek a logikus gondolkodását fejleszteni. Mit csinálunk mi az óvodában, mire tudnak akkor ezután építeni az iskolában, illetve ötleteltünk, és ilyen workshop jelleggel ilyen nagyon jó dolgok kerültek elő, úgyhogy szerintem ez egy nagyon hasznos dolog volt. Aztán mi az óvodában még ezt tovább fokoztuk, folytattuk. Aztán a következő az a vizuális nevelés volt, mert mindig valamelyik területet szoktuk kiszedni. A vizuális nevelést már előző évben is kiemelt feladatként vettük, mert a leányfalusi óvodával nagyon szoros kapcsolatot alakítottunk ki, és most az idei évben mi mentünk le Leányfalura, és akkor ott néztük meg az ő vizuális nevelésüket, illetve beszélgettünk a szakmai dolgokról. Az egyik programokat itt most nem sorolnám fel, egyébként fönt lesz a honlapon, ahogy az önkormányzat elfogadta, akkor mint ahogy a munkatervünk is mindig fent van az óvoda honlapján, ugyanígy a beszámoló, úgyhogy mindenkit én arra sarkallok, hogy nyugodtan olvassa el, nézze végig. Nagyon-nagyon sok programot csináltunk és szerveztünk a gyerekeinknek, úgyhogy nagyon jól érezték magunkat.
Itt írtam, hogy csatlakoztunk a Bogdány mozdulhoz is, a Vízvilágnapját szerveztük, gyümölcsfesztivál, Ovinap az Óriás Társassal. Egy nagyon-nagyon jó dolgot tudtunk az idén megvalósítani, ez az utazó planetárium, amit a Művelődési Házban szerveztünk meg. Szerintem nagyon jó volt, a gyerekek nagyon élvezték. Nem fogjuk minden évben, de hát olyan 3 évente valószínű, hogy amikor kimegy egy társaság, akkor a következő se maradjon le. Tehát azért ezt a fajta dolgot ilyen picit gyerek szemmel is ilyen jól meg tudják érteni. Több pályázaton próbáltunk indulni. Most már évek óta a Gondolkodj Egészségesen program, ez sikeres. Már a 3. éve. Itt mindig ilyen kis egészségzsákokat kapnak a kis csoportosaink. A DM pályázaton is most már 3. éve indulunk, úgyhogy soha nem kell egy szülőnek se hozni naptejet, mert megnyerjük az egész évre szóló naptejünket. Próbáljuk még, mert egyébként egy ilyen nagy programot lehetne ezzel a DM pályázattal, de nem adjuk fel, úgyhogy a továbbiakban is csináljuk. Aztán van ez a live zárautomatika, ez a biztonságos óvodákért, mert hát tudhatjuk, hogy mindig azért előfordul, hogy vannak olyan gyerekek, akik megpróbálják, hogyha kinyílik az ajtó, hogyan lehetne esetleg lelépni. Nem sok 10 000 forint, de hát azt mondtuk, hogy sok kicsi sokra megy, tehát 28 000 vagy mennyi volt egy ilyen zárautomatika, amit a régi épület kapujára rakattunk fel, és akkor ebből is 10 000 forintot sikerült, illetve a Tengerecki Alapítványnak az Óriás Társas tudtuk megnyerni az új napra, ami egy nagyon-nagyon jól sikerült program volt. Nemzetiségi pályázaton pedig a BMI pályázaton 100 000 forintot nyertünk, és akkor így Gerezslakra utaztunk el, ahol ott szintén egy óvodát néztünk meg. Nem nyert a generáli biztosító, de ezt sem adjuk fel, mert évek óta próbáljuk, illetve 2 EPER pályázatunk volt, és az sem nyert, de majd talán jövőre. A kapcsolataink az óvoda alapítványal nagyon szoros, önkormányzattal teljesen jó kapcsolatunk van, úgyhogy segítjük egymást mindenben. Német nemzetiségi önkormányzattal ugyanúgy elmondhatjuk. Védőnő, gyerekorvos, fogorvos, nincs semmiféle probléma. Tényleg most például a gyerekorvossal a betegséggel kapcsolatban is tartottunk nevelési értekezletet mi óvónők és a gyerekorvos, hogy aztán tényleg valóban mindenki úgy gondolja a gyerekbetegségeket, ahogy hát egy szakember gondolja. Az általános iskola és művészeti iskolával is nagyon szoros jó kapcsolatunk van. A Művelődési Házzal is, szülői szervezet, gyermekvédelem, Ruskorita minden évben jön hozzánk, még szülői értekezletre is, és a különböző civil szervezetekkel is. Az ellenőrzés értékelésnél, na most itt írtam le ezt, hogy megalakítottuk ezt a belső ellenőrzési csoportunkat, ők el is kezdték a munkát, de aztán itt a sok-sok érdekes, mindenféle változatos törvénymódosulások miatt aztán úgy gondoltuk, hogy akkor mi inkább azt a régi fajta minőségbiztosítást csináljuk a továbbiakban, mert sokkal több eredménye van, úgyhogy most mi ezt felfüggesztettük. Aztán majd csináljuk továbbra is, az intézményi önértékelés, stb. Tehát ami előírás volt, azokat mind megcsináltuk, tehát ezekkel nincs gond, de majd reméljük, hogy egyszer csak már rendben lesz. A továbbképzésekkel nagyon-nagyon jól állunk, mindenkinek megvan a továbbképzési 120 pontja, tehát ilyen előre vagyunk, nem tudom, ilyen 4-5 évig nem is nagyon kellene, de mindenki szeretne menni. A Nemzetiségi Önkormányzat sokban segít bennünket, hogyha megyünk továbbképzésekre. Illetve egyre több olyan ingyenes továbbképzés van már, amire nem kell fizetni, és akkor mi megpróbáljuk ezeket az előadásokat végighallgatni. Most például a Horst ZRT-ben ilyen nagyon-nagyon, tehát ilyen 2-3 000 forintot kellett fizetni, amit aztán le is lehetett vásárolni, tehát ilyen nagyon jó, és neves szakemberek csinálták ezeket a továbbképzéseket, és oktatási hivatal, és egyet pedig mi is szerveztünk az oktatási hivatallal közösen nálunk az óvodában. Úgyhogy én itt a végére azt írtam, hogy
sok-sok programmal, sok tevékenységgel szerveztük gyerekeinknek, amivel elősegítettük a fejlődésüket. Ebben mindig segítségünkre volt az Óvodáért Alapítvány, mert csak közös erővel tudjuk, és hogy szerencsére egy nagyon szép, esztétikus, egészséges és biztonságos környezetben tudjuk a gyerekeinket nevelni. Folyamatosan én azt mondom minden dolgozónak, hogy az óvodás élet is egyszeri és megismételhetetlen. Tehát ez nincs olyan, hogy félretesszük és újra előszedjük, és megpróbáljuk újra, úgyhogy mindenkinek úgy azért kell maximálisan dolgozni, és nagyon jól csinálni, mert most egyszer óvodások. És szeretnénk, hogyha ez egy jó emlék lenne itt az óvodában. És akkor én szeretném, hogyha ezt a beszámolót elfogadná a képviselőtestület. Kérdéseket várom. Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy először én szóljak hozzá, illetve kérdezzek. Egyrészt azt szeretném mondani itt a tévékamerák előtt is, hogy a pályázaton elindultunk. Ugye meg van tervezve, ez kb. 2-3 hónappal ezelőtt volt napirendi ponton az új óvodának a terveit, amikor bemutattuk. Nem kaptunk még rá választ, igaz, a határidő még nem is jelent meg. Ennél őszintében nem tudunk odaállni egy pályázathoz, hiszen azt írtuk, hogy folyamatosan nő a gyereklétszám, már púposak a falak, tényleg szeretnénk nyerni. Kérdésem viszont annyi lenne, hogy terveződik-e idén nyáron is valami kisebb beruházás az óvoda területén? Hát, igen, tervezünk. A hinta alatt lenne a gumiburkolatnak a megvalósítása, azt az alapítvány tervezi, illetve a fönti sportpálya fölött van most 3 nap vitorla, és még 2 szeretnék, mert hát nem tudjuk teljesen beárnyékolni. Aztán az iskola ezt nem érzi, hogy ilyenkor nyáron iszonyatos hőséget nyom fel ez a gumi. Mert hogy nincs iskola. Óvoda viszont van, tehát annyira nagyon be kell árnyékolni, hogy a gyerekek nyáron tudják használni ezt a sportpályát, hogy most, tehát most ez a 2 van. Nem tudom, hogy mikor tudjuk megvalósítani. Hát tehát nem tervezés alatt, tehát már időpont egyeztetés alatt áll a dolog, csak a Színrelép Kft., akivel csináltatjuk, mert ők csinálták fönn a gumiburkolatot is, most olyan nagyon-nagyon sok munkájuk van, hogy az is lehet, hogy őszre fog kitolódni, mert végül is azt mondták, hogy ez nem tudom, 80 négyzetméter vagy mennyi, tehát nem egy olyan nagy felületű nekik, ez 3 nap alatt már elkészül. Virágos. Jó, nekem is több kérdésem a képviselőtársaknak. András? Én is nagyon sok rétű volt, és nagyon intenzív volt az a beszámoló. Mikrofon. Igen, sok rétű és intenzív volt az a beszámoló. Egy apró kiegészítést tennék a tárgyi feltételekhez, hogy lett egy komposztáló az óvodában. Jaj, te bocsánat! Fú, ezt a hibát, bocsánat! Éva, ezt nehogy elfelejtsd. El ne felejtsd meg! Fontos dolog. Igen, valóban, és így is működik a komposztálóval, tehát már a fűnyírás is, meg a majd már a tavalyi őszi falevelek is és komposztálóba gyűjtődnek. Köszönjük szépen, András! Egyébként a viccet félretéve tényleg nagyon fontos, úgyhogy igen. Most... így van, igen. Így van. Így van. Ha nincs senki másnak kérdése, tudom, hogy nagyon sietsz, úgyhogy szavazásra bocsátanám a beszámolódat. Aki elfogadja ezt a beszámolót, azt kérem, hogy készülődéssel jelezze. Igen, ezt azok. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Hát gratulálunk a munkádhoz, és természetesen az összes pedagógusnak. Úgyhogy bízunk benne, hogy a következő évek is így sikerülnek. Jó lenne, hogyha már egy új óvodaépületben tudnánk kezdeni, mondjuk 2017-es, 2018-as idén, de jó lenne. De jó lenne. De jó lenne. Elnézést, köszönjük szépen, minden jót kívánok. Köszönjük. Jó.